Boldogan lubickolnak a vízben a gyerekek, jókedvűen falatozzák az ételt a családok. Ezek a felvételek a nyáron készültek a szekszárdi egyszülős klub által szervezett családi napon Faddon. A klub vezetője azt mondja, ezek a közös programok megmutatják, mennyire szükség van ezen hátrányos helyzetű csoport segítésére. A gyermekeiket egyedül nevelők közül sokan elmagányosodnak, mivel a környezet kirekeszti őket. Nagyon nehezen fogadják el. Nem tudom, hogy ez most a térségnek a van hozzá köze, vagy pedig maga társadalmi jelenséghez van köze, talán is mind a kettő. Tehát, hogy én mindig abban gondolkodok, hogy az elfogadás szintjén ebben törekszem. Tolna megyében nem csak Szekszárdon, hanem Tolnán is működik egyedülálló szülőket segítő klub. Vezetőjük úgy tapasztalja, sokan szégyellik a helyzetüket, bár a Facebook csoportjuk 90 fős, rendezvényeikre 20 fő szokott csak eljönni, pedig ezeken a foglalkozásokon megtudhatják, milyen támogatások érhetőek el számukra, mint például a jogi és a pszichológiai tanácsadás, vagy éppen az egyszülős kártya. Minden tagunkat kérjük és mondjuk is folyamatosan, hogy regisztráljanak az egyszülős központ oldalán, hiszen ezzel a regisztrációval ők egy olyan jogosultsághoz jutnak, ami jogosulttá teszi őket nagyon kedvezményes programokon való részvételre. Az egyedülálló szülők segítése és társadalmi elfogadtatása vezérelte a kezdeményezés ötletgazdáját, Nagy Annát, aki Szekszárdon egyeztetett a klubok vezetőivel. Mikor én magam egyedül maradtam a kisfiammal, akkor azt éreztem, hogy nekem most nagyon nagy szükségem lenne arra, hogy valaki mondjon valami biztatót, valaki mondja azt, hogy egyébként ezt jól meg lehet csinálni, hogy a gyerek jól lesz, hogy én is jól leszek. És hát rádöbbentem arra, hogy nem találok semmi olyan helyet, nem volt egy olyan közösség, egy olyan szervezet, ami kifejezetten egyszülős családokkal foglalkozott volna. És amikor létrehoztuk a civil szervezetünket, akkor úgy azért jobban elkezdtem magam beleásni. Magyarországon körülbelül 300 ezer egyszülős család él, ezekben a családokban több mint 500 000 gyerek nevelkedik. Közülük 4500 családnak segített az Egyedülálló Szülők Klubja alapítvány. A budapesti központon kívül az országban már 6 helyen működik ilyen klub.